Negyedik helyen végzett a Törökországban, Isztambulban rendezett fekvenyomó Európa-bajnokságon Belme Péter, a stúdióban a magyar válogatott erőemelő Belme Péter. Köszöntelek, Péter, és gratulálok az eredményhez. Köszönöm, és köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket is. Hát nézzük először a mezőnyt, illetőleg még a hátterét ennek a negyedik helynek. Masters 1, azaz, ez a korcsoportod? Igen, ez 40-50 éves korig van. Hát és én most sajnos már az utolsó éves voltam ebbe a kategóriába, így én voltam a legöregebb, de érmes reményekkel mentünk ki, igazából elvárás is lett volna, de hát elég nehéz volt a súlycsoport, vagyis elég erős, mert igazából itt mindenki, minden országból legjobbak jönnek, és igazából ilyen 2,5 kilók döntöttek a helyezéseken. A részletekről akkor majd arra kérlek, hogy később. Súlycsoport? A súlycsoport az mínusz 105 kiló, az azt jelenti, hogy 93 és 105 közötti kategória, ebbe kell beleférni, itt 105 a határ, a felső határ, az alsó pedig 93 kiló, ebbe versenyzek évek óta. És az eredmény egy laza 180 kilogram. Hát ezt most így elmesélem az összességében, hogy ez egy elég jó felkészülés volt egyébként. A szövetségi kapitány által is elmondta, ő is elmondta, hogy legjobb formámban voltam tényleg, mert volt egy válogatott edzés is, és azért, hát azért számoltunk a dobogóra. Hát egy nagyon kicsi múlott, hogy ez nem is lett egy második hely. Hát a felkészülés részleteiről. Hát ez a 120 kg, ez önmagáért beszél, ez a gyakorsúly, hogy hú. Hát a felkészülés az jó volt, csak ennek mindig az a nehézsége, amikor így megyünk egy világversenyre, hogy általában ez nyár végén van, és erre fel kell áldozni a nyarat. És ugye nyáron nem is a legerősebb az ember, de jó sikerült. Miért? Hát a meleg miatt. Uh-huh. A meleg, ugye most elég szélsőséges időjárás is volt, most hiába edzünk klímás helyiségbe, azért attól függetlenül a mindennapjainkat kint éljük a melegbe, vitamint veszítünk, egyéb dolgot, vizet veszítünk, és ugye ez azért az izomzatnak, aki erős sportot csinál, vagy bármilyen teljesítmény, orientált sportot, ez azért nem egy előny szerintem ez a meleg, legalábbis nekem nem, ez biztos. Nézzük akkor magát a versenyt, nüanszok döntöttek, valóban nagyon-nagyon közel volt az érem is. Igen, hát itt ez egy elég komolyan előre megszervezett, megbeszélt koreográfia alapján ment volna ez a verseny, mert az erő megvolt, itt már csak a taktikára kellett odafigyelni, ezt mi megbeszéltük a szövetségi kapitánnyal, hogy kezdek egy 172,5 kilóval, ami egy nagyon könnyű gyakorlat is volt, meg valóban könnyű volt, akkor utána próbálkozunk egy nagyobb súlya, amit egy kicsit ott már a mezőnyt egy kicsit úgy felizgatjuk ezzel, hogy azért számoljanak az emberre, meg ők is emelgessenek, és akkor hibázásra kell ugye késztetni az ellenfelet. És akkor a következő súly, az nekem megint egy biztos volt a 180 kiló, ami hála Istennek az könnyen teljesült, és úgy volt megbeszélve a szövetségi kapitánnyal, hogy nem kell tőlem megkérdezni, hogy mennyire menjünk, annyira megyünk, amennyire kell, ami dobogó. Uh-huh. És az a súly, az egy 187,5 kiló volt a harmadik, amit még magyar bajnokságon sem nyomtam, nemzetközi meg pláne nem, de erre mentem ki. És igazából egy ilyen fél centi múlott, mert balra eldőlt a súly, és akkor azt már nem bírtam visszakorrigálni, de nagyon kevésen múlt, azzal lettem volna a második. De hát azért ez a 180 kg... Hát az a rutin feladat volt igazából. Azt mondod? Igen. Jó, csak hát ez nekem akkora számok, de azért, elképzelni is nekem. De azért ugye még azt még elmondom a részleteket, hogy 185-re azért nem mentünk, mert aki harmadik volt, az annyit, vagyis igen, harmadik helyezett volt, ő annyit nyomott. Ergo nem lettél volna dobogós. Csak ő könnyebb volt. Uh-huh. Most hiába nyomom ki, nem érek el vele semmit, ugyanez a negyedik hely. Muszáj volt kockáztatni. És a 87 félre kellett menni, ott pedig volt egy holland úriember, aki szintén 187-et nyomott, csak ő könnyebb volt, és ő nehezebb volt, mint én, és ugye de súllyal ott megvertem volna, és akkor így én egyből második helyre ugrottam volna, ő lett volna akkor a harmadik. A lengyel, aki meg harmadik lett, az meg lett volna negyedik. De így én, ugye ez nekem nem sikerült, a 87 féle, így én lettem a negyedik helyezett. Mennyi időt töltöttél kint? Milyenek voltak a rendezés, a körülmények? Hát a rendezés az egy igazából profi, mert ugyanaz a csapat csinálja ez évek óta,
a körülmények is jó volt, mert ugye maga a szállodában, ahol el voltunk szállásolva, maga ott volt egy ilyen konferenciateremben ez a verseny lebonyolítva. Szóval tehát ott helyben? Helyben, igen. Hát itt ami nehézség volt, mert még azt is elmondom, hogy még én többre is voltam kvalifikálva, itt tényleg még a 90-92 férről is beszéltünk, mert nagyon jó erőben voltam. Csak ugye azt hattam, kalkuláltuk bele, hogy ugye ez nem Magyarországon van, uh-huh. és ugye itt utazni kell, uh-huh. más az étkezés, az utazás, egy kicsit másabb volt a klíma, és azért így, de inkább az étkezés azt tette rá a bélyeget, azért ott erőbe az ott egy kicsi elment, mert mire kiértünk, egy olyan egy kilót azért így sikerült leadni, és egy nap alatt ezt nem sikerült visszaszednem, mert ugye 5-én utaztunk, 6-án volt a verseny, és ugye ennyi időt nem tudsz regenerálódni. Tehát augusztusról beszélünk. Augusztus, igen, augusztus 5-én utaztunk, 6-án volt a verseny, 7-én már jöttünk vissza. De minden figyelembe véve elégedett vagy ezzel a negyedik helyen. Jó, nyilván mindenki győzni megy, éremért megy, de ez így alakult, ahogy, és ez egy pazar teljesítmény. Hát utólag mindenféleképpen büszke vagyok erre az eredményre. Akkor ebben a pillanatban nyilván ez csalódás az embernek, mert ugye ráteszi az egész nyarát, meg hát nem csak az egész nyarát, évek óta, aki ismer, azt tudja, hogy én ezt az elég keményen csinálom, kihagyás nélkül. De abban a pillanatban az így egy kicsit kudarc volt, vagy csalódás, de aztán utána felmentünk a szobánkba, és akkor, amit nem is gondoltam, hogy azoktól a srácoktól, fiatal gyerekektől, akiket edzek, olyan e-maileket, meg üzeneteket kaptam, amit hát igazából csodálkoztam, mert azt lehet mondani, hogy lett egy-két ember, akinek ilyen példát mutattam. És ezeket így eléggé, hogy mondjam, szépen meg is fogalmazták, ilyen meghatóan. És akkor viszont akkor én úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy akkor elértem azt a célt. Nem biztos, hogy mindig nyerni kell. Nem biztos, hogy a helyezés mutatja meg azt, hogy nyersz vagy vesztesz. Nem hozzáállás például. Hanem én akkor úgy, utána már úgy éreztem, hogy nyertem. Ez jó. Megméretteted még magad a jövőben? Hát most ez a negyedik hely miatt mindenféleképpen, meg én nekem ez már régebbi, már egy-két éves szándékom, hogy ez, most ugye kiöregettem a Masters 1-ből, itt 50 éves a korhatár, én ugye februárban betöltem az 50-et, igen. és akkor belépek a Masters 2-be, az az 50 és 60 év közötti kategória. Ott is 10 év, mindig 10 évenként egyébként ez emelkedik a kategória, van itt 40, vagyis Masters 4 is, és még van is benne versenyző. Na most annyit kell, igen, annyit kell tudni, hogy a Masters 2 is most azon gondolkodunk, hogy 50-60 éves emberek, de igazából megmondom, hogy a színvonal, mert végignéztem a versenyüket, szinte ugyanez, mint az egybe. Csak annyi, hogy talán ott egy ilyen 5-10 kilóval kevesebbek a teljesítmények már, és most az a feltett szándékom, hogy jövőre úgy tudom, hogy Bulgáriában lesz, és oda is szeretnék kijutni, hát és azt már szeretném megnyerni. Így legyen. Más. És akkor most már nem mint magyar válogatott erőemelőt kérdezlek, hanem mint a Belmecseglidi Erőemelő Sportegyesület szakosztályvezetőjét, alapítóját. Hétköznapok itt Cegléden a Sportegyesületben hogyan telnek például létszám versenyzők? Hát azt kell mondjam, hála Istennek, hogy folyamatosan bővül a létszám, és a para rész is, mert ugye eddig csak a Szebenyi Gergőt, akit ismerünk, ő volt, de most Szolnokról megkeresett ugyanannyi éves, és ő is alacsony növésű, és ő is tehetséges, most vele is dolgozik. Neves is, de őt is nyugodtan gondolom. Tóvízi Bencének hívják. Ő már bemutatkozott a Balaton kupán, meg is nyerte, egy elég tehetséges, meg jó hozzáállású kisrác, heti kétszer átjár Szolnokról, mert ő szolnoki, és még a szépség ennek a dolognak, hogy neki van egy ikertestvére is, a Bencének, aki ugye nem alacsony növésű, épp hogy átesik a határon, de viszont őnek is vannak ilyen testi hibái, és majd most szeptemberben az olimpia után, a paralimpia után lesz egy budapesti klasszifikáció, és ha bekategorizálják őtet is a valamelyik para kategóriába, akkor már 3 para fekvenyomóm lesz. Igen, de egyébként összességében is bővülő létszámról beszélhetünk. Hál' Istennek folyamatosan megkeresnek Budapestről, Tokaj, Szolnok környéke, és jönnek. Most ebbe az évben például, akik csak úgy megkerestek engem, akik nem ceglédiek, 5 vagy 6 versenyzőt igazoltunk le.
Milyen versenyekben gondolkozol a közeljövőt illetően? Márhogy ceglédi viszonylatban, vagy... Amin indultok, amin megmérettetitek magatokat. Tehát magadról már beszéltél, és egy állított aranyéremről, úgy legyen. Igen, most egy nagy létszáma készülünk lesz október 27-én, 26-27-én, ha jól tudom. Budapesten lesz egy erőemelő IFI Junior Masters, plusz csapatbajnokság is. És ugye itt a felnőttek is elindulhatnak, már a csapatban beszámít, de nincs kategóriájuk. Ez csak kimondottan IFI Junior Masters. Ott indulunk egy nagyobb fővel, meg csapatba is nevezünk, és akkor még itt mindig nincs vége az évnek, mert november 30-án Székesfehérváron rendeznek egy magyar kupát, egy EQ-t, ami azt jelenti, hogy segítő ruhás, egy ruhás fekvenyomást, ez csak fekvenyomás lesz, és most úgy néz ki, hogy négyen készülünk erre is, mert eddig csak én indultam ilyen ruhás verseny, igen, és most úgy néz ki, hogy négyen, két hölgy és akkor két úriember fog ezen elindulni. Most ugye ennek a technikai háttere zajlik a gyakorlások, mert ez azért egy kicsit bonyolultabb, mint a sima fekvenyomás, itt ezt nem olyan könnyű elsajátítani. Reméljük, hogy sikerülni fog. Itt én is indulok, hát itt az ez a probléma egy kicsit, hogy nem lesznek súlycsoportok, hanem pontszámítás alapján fogják értékelni, mert nem túl sok ruhás nyomó van, és azért nem csinálnak súlycsoportokat, hanem ugye mindenki lenyomja, és a testsúlyához képest a megnyomott súly alapján van egy pontszámítás, ami alapján lesznek a helyezések. Hát tavaly nekem ez nem sikerült, voltam ezen a ruhás versenyen, akkor októberben volt, akkor sajnos kiestem, mert azért ebben nem könnyű, vagy nem nehéz kiesni a ruhásba. Aki érti, hogy miről beszélek, az tudja, hogy miről van szó. Szóval nagyon nagy technikai háttere van ennek a dolognak. De most majd még egy program közben eszembe jutott, szeptember 28-a, jól tudom, akkor a sportcsarnokban lesz a sportok éjszakája. Akkor jó. És most Ceglédről beszélünk. És most Ceglédről, igen. És oda a Kőházi Ádámtól kaptam meghívást, és elméletileg úgy néz ki, hogy kapunk egy ilyen valamennyi intervallumot, időt, hogy tartsunk egy bemutatót, és én azt úgy találtam ki, vagy úgy szeretném, hogy akkor lenne egy ilyen ruhás fekvenyomás, hogy megismerjék az emberek, hogy tudják, miről van szó, meg elég látványos, mert itt azért nagy súlyokról beszélünk, lesznek a hölgyek, azok fognak felhúzást bemutatni, és akkor be szeretném mutatni ezt a parafekvenyomást a Gergővel, Bencével, meg a testvérével. Péter, köszönöm, hogy itt jártál, gratulálok, gyere máskor is, jó, találkozunk. Köszönöm a meghívást, köszi. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.